Leendő pincérek, szakácsok, pékek, fodrászok és még sok érdekes szakma tanulói összesen 7 tagintézményben, 8 helyszínen, 105 féle programmal várt a pénteken a szakmák éjszakáján az érdeklődőket, ahol az adott iskolák diákjai lelkesen mutatták be tudásukat és beszéltek az eddig elsajátított tapasztalataikról az érdeklődőknek. A kereskedelmi iskolában például több különlegességgel is készültek az ottani tanulók, így a kék palacsinta és a saját maguk által sütött hamburger zsemle sem maradhatott ki a kínálatból. Gyakorlatilag minden szakmánk bemutatkozik, a pincér, szakás, cukrász, kereskedő, logisztikus szakmáink bemutatkoznak, és ki is lehet próbálni ezeket a szakmákat. És az elmúlt évek bemutatói meghozták a várt eredményeket, hiszen többeknek itt jött meg a kedve, hogy például ebbe az iskolába jelentkezzenek, és aztán akár a tanult szakmában versenyezzenek. Tizedikesek vagyunk, hát nagyon szerettünk ide járni. 2 éve voltunk itt ugyanezen a napon, ugye amikor a szakmák éjszakája volt, és ott láttuk, hogy mit csinálnak a nagyok, és akkor eldöntöttük, hogy szakácsok leszünk. Együtt voltatok már akkor is itt? Nem, iskolába találkoztunk, szeptember 1-én. Úgy tudom, hogy versenyeztek, ez mit jelent? Hát vannak itt ilyen házi versenyek, városi versenyek, meg ilyen nagyobb versenyek, és ott szoktunk szerepelni. A dunaújvárosi iskolák este 10-ig fogadták az érdeklődőket, amelyből több százan voltak a különböző tagintézményekben, az immáron, 3. alkalommal országosan is megrendezett szakmák éjszakáján.